Évek óta dolgozott takarítónőként a Szekszárdi futballklub telephelyén a nő, akit az öltözők rendszeres fosztogatása miatt ítélt el a bíróság. A módszere az volt, hogy munkakezdésre magával vitte az élettársát is. Így még ő figyelt, a férfi egyesével kutatott át minden öltöző szekrényt. Nem válogattak dezodorokat, nadrágokat, cipőket és más ruhanemüket loptak, összesen legalább 24 alkalommal. Az öltözők fosztogatása mellett az elsőrendű vádlottnak, vagyis a férfinak azért is felelnie kellett, mert egyszer egy áruszállítást végző autóablakát betörte, és onnan közel 600 ezer forintot lopott el. Emellett pedig korábban kábítószer használattal is megbukott, ezért ő 3 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. A bíróság az élettársát, a másodrendű vádlottat is elítélte, őt 24 rendbeli társtettesként elkövetett lopás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért 1 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban a büntetés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. A két vádlott végül mindent beismert. A bíróság az ítélet hirdetés előtt enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy mindkét vádlott beismerte a bűncselekmények elkövetését, lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról is, és őszinte megbánó magatartást tanúsítottak. Az ítéletek jogerősek, mert azokat a vádlottak és az ügyész is elfogadták.